voltam helyette, akkor meg el volt törve a lába. De azt hiszem, ez egy életre meghatározó élmény, hogy Marika mellett lehetek a mágnás Miska. Engedjék meg, hogy egy pillanatra megint átvegyem a rendező szerepét, ugyanis egy következő produkció készül, meg mindjárt megtudjuk tőletek, hogy milyen város Kolozsvár. Na gyere, Szilvi! Szép. Jó, és közben még egyetlen egy kérdés. Megint visszatérek egy picit a prózai színházhoz. Ugye az én meglátásom szerint egy prózai színész addig tud játszani, amíg fölbír állni. Egy operett színész meddig tud a pályán maradni? Ha jó, színész, mert ez is három dologból tevődik össze. Az éneklésből, a táncból és a színészetből. Igen. Ha egy primadonna jó színésznő, akkor tulajdonképpen élete végéig játszhatja a neki megfelelő Fleurit, vagy a Csárdás királynőbe a Ceciliát, úgyhogy vannak olyan szerepek. Sőt, vannak kikacsintások is, mint például most játsszuk a Tália színházban a doktorurat, Molnár Ferenctől, és abban zenésen, tehát egy kis Cerkovics melódiával megtűzdelve, és abban például Sárkányné vagyok, de ez alapvetően egy prózai szerep. És a szubrett pedig tud lenni komika. No, hallgassuk meg őket? Hallgassuk meg őket. Szép város Kolozsvár, ez következik most. Ez nem vicc, ez mámor, az izé, az ámor már itt van, és áldozatra vár. Becsület szavamra, meg vagyok szavarva, a szívem az ide-oda jár. Igen, a kulcsa, ez mégiscsak furcsa, hogy ilyen gyors tempóvali van. Ez mégis, de hogy a hihet mégis, tanulhatok el mégis, fogadom a szavam. A bátrak ajtóstól neki vágnak, és győzelemre várnak, figyeljen hát! Szép város Kolozsvár, én ott lakom a szamosnál, jöjj hát, miért haboznál, angyalkám, gyere már! Légy sosom szerencsém, légy a takaros menyecském, a szőke szamosnál kis fészkünk vár. Az élet a havasom a szerencsém, a majd ott lakunk a szamosnál, hol minden piros, fehér, zöldben jár. Ön pompás, udvarló, a hevel nem gyarló, és robbant be hízelgő dalal. Most hallgasson, kérem, és meglátja szépen, a szíven mi hevesen dobol. Már én csak azt mondom, álljunk meg e ponton, a többit azt mellőzzük magam. Nem félek, hogy olyasmit élek, amit talán nem kérem, magam szok jót jön. Ó, kérem, hogy higgyen szépen nékem, se kellemezzen éven, ott kincs itt bent. Széváros Kolozsvár, majd ott lakunk a szamosnál, jöjj hát, miért haboznál, angyaltan gyere már! Légy sorsom szerencsém, légy a takaros menyecskén, a szőke szamosnál kis vészkünk vár. Az édes reménység, a havasból fehérség, a pérce hegyén a bőrben őrendő vár. Szép város Kolozsvár, majd ott lakunk a szamosnál, hol minden piros fehér zöldben jár. Na gyere! Kolozsvár, majd ott lakunk a szamosnál, majd minden piros fehér szépen. Térjünk vissza egy icipicit ahhoz, amit még Szilvi mondott nekünk itt, ha minden megvárjuk, hogy visszaérkezik. Említettétek, hogy külföldön ugye vannak már olyan operettek is, amik díszlet nélkül, Farmerban. Megújításra szoruló műfaj az operett Magyarországon? Egyáltalán. Mit nevezünk megújításnak, attól függ? Mondok nagy szavakat, legyen 21. századibb.
Hát érzelmileg feltétlenül, de a látványban én azt mondom, hogy annál több egy operett, mennél jobban csillog, mennél látványosabb. Ez érzelmileg meg egyetlenül? Igen, meg a szövegben, tehát annyit, hogy az esetleges ilyen túlterjengő szövegeket le kell pucolni, maivá is érthetővé kell tenni. Igen, ahogy maga a színház műfaja is fejlődik, azt gondolom ebben a színházi világban az operett, mint egy kis szegmens, az is módosul az időkkel. Tehát tényleg attól, hogy maibb fiatalok játsszák, attól, hogy eleve a technika jobban adott egy színházba, tehát most már, mint a musicalekben, mi szoktunk használni forgót, süllyedőt, emelőt, a fényekkel játszik az operett műfaj, és tehát, hogy abszolút mai. De az érzelmek nem változnak. Igen, azok az nem. És hogy mennyire sikeres, meg mennyire mai, az talán az is a jelzi, hogy nemrég kiadtunk egy CD-t, ez operett címmel, ami most már büszkén mondhatjuk, hogy 8. hete top 40-es slágerlistán előkelő helyen szerepel. Hát ehhez viszont gratulálunk, reméljük a közönség is beszáll, így van. Köszönjük szépen. Nem hagylak békén, mert alig szólaltál meg, az lenne a kérdésem hozzád, hogy az operett színházban ugye játszottok operettet, de játszottok most már musicaleket is. Mennyire szorítja ki egyik a másikat? Van valamelyiknek több térnyerése? Mit gondolsz róla? Nem szorítja ki. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem. Az egy popposabb műfaj, egy egész más. De engem nagyon sok ismerősöm keres meg, akik nem szerették úgymond az operettet, és hát inkább ne erre, próbáljunk meg arra jegyet szerezni. És mondtam, hogy de gyertek el, de nézzétek meg, mert ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a Honti Annáék idejében, mert akkor jóval hosszabb volt egy előadás. Tehát ez is, hogy ahogy fejlődik a műfaj, mert hogy muszáj fejlődnie, de ez nem azt jelenti, hogy kiszorítja. Mindenkihez lenne ugyanaz a kérdésem. Mindegyikőjük, vagy mindegyikőtök operettérnekes akart lenni kicsi korában? Én? Világért se, nem. Soha? Én igazából 19 évesen láttam igazán először az Operett Színházban előadást, tehát addig én tudtam, hogy van operett, mert a nagymamám pont a János Vitézből dudorázta a Kék Tó Tisztató kezdetű slágert még a bölcsőmnél, de nem. Nem. Aztán bekerültem ide a színházba, és egyszerűen megmérgeztek, megmételjeztek, és itt ragadtam. Úristen, milyen rossz emberek. Igen. Igen, Marika. Hát nekem tulajdonképpen édesapám az operaénekes volt, édesanyám szuprett, és tehát tulajdonképpen ő általuk kerültem bele ebbe a műfajba. Egy idő volt, amikor én is gondoltam, hogy Mozart szuprett leszek, mert nagyon kis csilingelős hangom volt fiatalkoromban, és akkor gondoltam, hogy opera. De aztán a mozgás és a játék az annyival magával ragadott, hogy valahogy kikötöttem az Operett Színháznál, és nagyon boldog vagyok, hogy így döntöttem, és hogy ide vezetett a sorsom. Menjünk tovább. Hát én is énekeltem, amióta az eszemet tudom, de az, hogy operett-szubrett legyek, vagy egyáltalán operett énekek, az természetesen soha nem jutott eszembe, minden egyebet csináltam, csak aztán elvégeztem az Operett Színházban akkor működő Fővárosi Operett Színház, milyen szép ez, Fővárosi Operett Színház zenés színészképző stúdióját, és akkor az igazgatónk, szinetár tanár úr volt, és